felvállaltan és kimondottan azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak a nyíregyházi csapat, hogy megszerezze az aranyérmet és 5 év szünet után visszakerüljön a legmagasabb osztályba. Jól rajtoltak a cápák, az első vereségét a 9. fordulóban szenvedt el a csapat, majd egy újabb hosszú győzelmi széria következett. Már biztos alapszakasz elsőként még 2-szer kikapott a Nyíregyháza, amelynek kispadján menet közben Boris Majkovics váltotta Siska Jánost. A rájátszás első körében a pécsi akadémiai csapaton 3-0-ás összesítéssel léptek túl Busz Ivánék. Az elődöntőben a Vasas Akadémia és a döntőben a BKG Prima Akadémia ellen 5 meccsesen nyúlt a párharc, de a cápák hazai pályán nem hibáztak, így megszerezték az áhított bajnoki címet. Az már csak hab volt a tortán, hogy története során először a HEP kupát is megnyerte a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, tökéletessé, vagy majdnem tökéletessé téve a 2020-21-es idényt. Nyilván akkor lett volna tökéletesen minden mérkőzést megnyerünk, de viccet félretéve azért sportoló karrierjében az, hogy, illetve egy csapatvezetés karrierjében az, hogy gyakorlatilag minden olyan állomást megnyertünk. Először ugye a HEP kupát, majd jött az alapszakasz győzelem, de hát igazából akkor örült a legjobban mindenki, amikor a bajnoki döntőt is behúztuk, egy kielezett 5 meccses finálé volt, ugye. Ugye azt gondolom, hogy igen, tehát ennél szebb évet nem várhattunk, minden sikerült, amit elterveztünk, de fel van adva a lecke, és akkor most már készülhetünk az A csoportra. Én speciál úgy értékeltem szeptember-október környékén, mind a játékosként a csapatban betöltött szerepem alapján, illetve mint ügyvezetője a klubnak, és látva a többi csapatot, hogy ki kell mondanunk, hiszen bármennyire is teherez, nem mondhatjuk azt, hogy mi az élmezőnybe akarunk végezni, vagy a dobogóra akarunk felkerülni, ha a valós cél az, hogy fel akarunk jutni az A csoportban. Úgyhogy ezt leültünk többször is a fiúkkal, és megbeszéltük, hogy srácok, igen, ki kell mondani, ez teher, de ahhoz, hogy ez sikerüljön, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, és mint látjuk, sikerült is. Tehát bármennyire is nehéz volt az eleje, illetve voltak döcögősebb részek, azért a vége csak szép lett. Természetesen a feljutást követően megkezdődtek a tárgyalások a játékosokkal, és egyelőre csak azt tűnik biztosnak, hogy a bajnoki címet kiharcoló csapat kulcsjátékosai maradnak Nyíregyházán. Konkrétumot még nem fogok mondani, de az viszont biztosan állíthatom, hogy a magyar maggal, a kulcsjátékosokkal, a csapat döntő többségével megállapodtunk, és sokan itt fognak játszani még Nyíregyházan azok közül, akik tavaly is itt játszottak, ez nagyon fontos. Ehhez fog érkezni 1-2 magyar játékos, természetesen azért meg kell erősíteni a magyar magot is, illetve én személy szerint 4 légiósnál nem tervezek többel, meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de azért első évben nem gondolnám azt, hogy a biztos bemaradás kihívásánál merészebb álmokat kell szövegetni. Én azért titkon örülnék, hogyha nem a utolsó helyek egyikén kullognánk, és mindenképpen megcélozzuk a középmezőnyt, de meglátjuk, ez a többi csapattól is függ. A szakmai stábbal és a játékos kerettel kapcsolatban a jövő héten hangozhatnak el konkrétumok. A kosarasok most szabadságon vannak, a felkészülést július végén a hagyományos képzőtáborral kezdi majd el a Nyíregyházi együttes.